Jó estét kívánok, Sárosi Péter vagyok, és ez itt a Drogriporter Café, annak is a magyar nyelvű adása. Mai napon egy izgalmas témáról fogunk beszélgetni, ami hát elég nagy hype-ot kapott a nemzetközi médiában, ez az LSD mikrodózis témája. Nagyon sok beszámolót lehetett már olvasni az interneten arról, hogy állítólag ennek milyen pozitív hatásai vannak a kognitív képességekre, érzelmi állapotunkra. Ugyanakkor nagyon kevés megbízható tudományos módszerrel készült kutatás volt elérhető ebben a témában. Legalábbis eddig, ugyanis most mai napon fogunk beszélgetni egy olyan kutatóval, magyar kutatóval, aki a legnagyobb placebo kontrollált vizsgálatot végezte eddig az LSD mikrodózis témakörében, Szigeti Balázzsal, az Imperial College Londoni Kutatóintézet munkatársával. Balázs, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és üdvözöllek a Drogriporter Caféban. Én is üdvözlöm a nézőket, és köszönöm a meghívást. Kezdjük akkor azzal, hogy magyarázzuk el, hogy mi is az, hogy LSD mikrodózis, és miért gondolják emberek azt, hogy ez jó a mentális egészségükre nézve? A pszichedelikumok használatának, legalábbis a modern vizsgálatok szerint alapvetően két használati módja van, és ezeket nagyon fontos, hogy megkülönböztessük. Ezek közül az egyik a microdosing lesz, de először inkább a másikról fogok beszélni, ami a pszichedelikus terápia. A pszichedelikus terápia az úgy néz ki, mint egy klasszikus beszélgetős terápia, néhány hónapon keresztül tart, azonban ebben a terápiás időintervallumban a beteg néhány pszichedelikus élményen fog átmenni. Fontos hozzátenni, hogy ezek eléggé nagy dózisokkal vannak ezek a pszichedelikus élmények, tehát hogyha LSD-ről beszélünk, akkor tipikusan olyan 2 és 400 mikrogram között van, ami hozzátenném, hogy jelentősen magasabb, mint az átlagos rekreációs dózis is. Tehát a pszichedelikus terápia az egy terápiába beágyazott pszichedelikus élmény, egy vagy két alkalommal, és egy kifejezetten nagy dózissal. És fontosnak tartom kiemelni, hogy ez a rendkívül sok pozitív hír, amit a microdosingról hallunk, különböző kutatási kontextusokon, az a kivétel nélkül erről a pszichedelikus terápiáról szólnak. A pszichedelikus terápiával párhuzamosan van egy másik felhasználási módja is a pszichedelikumoknak, és az, ami az utóbbi 5-10 évben a nagyon népszerű, és az, amit microdosingnak hívnak. És ennek a lényege, hogy az ember hetente több alkalommal egy nagyon kicsi adagot vesz be. Tehát emlékezzünk, az LSD-nél a terápiásnak ez egy ilyen 2-400 mikrogram volt, a mikrodózis esetében azonban egy alkalommal mindössze egy 10-20 mikrogrammal beszélünk, ez egy jóval kisebb adag, viszont az emberek hetente beveszek többször is. Az egész trend, a microdosing trend az olyan 2000-2010-es években indult valamikor, és aztán nagyon gyorsan, nagyon elterjedt le. Az, hogy pontosan mi áll a népszerűsége mögött, azt nehéz megfejteni, de szerintem az a legvalószínűbb magyarázat, hogy a microdosingnak valahol az az ígérete, hogy az ember megkaphatja ugyanazokat a benefiteket, mint a pszichedelikus terápiától, azonban nem kell hozzá átmenni egy ilyen nehéz pszichedelikus élmény. Ez fontos hozzátenni, ugye, hogy amikor az ember pláne egy ilyen nagyobb adag terápiás pszichedelikum élmény alatt van, ezeknek többnyire a jó kimenetele az hosszú távú, de magában az élmény alatt azért sokszor vannak nehéz pillanatok. És szerintem, hogy miért a microdosing ilyen népszerű lett, hogy kicsit meg tudja vele spórolni az ember ezeket a pillanatokat, és ugyanazokat a pozitív hatásokat tudja viszont kapni tőle, mint a nagy dózisú pszichedelikum használattól, vagy legalábbis az anekdotális beszámolók szerint. Igen, ugye a médiában is ez úgy van hype-olva, mint a Szilícium Völgy ilyen technológiai cég guruknak a módszere. Mit tudunk a jelenlegi, tehát a tiétek előtti kutatások eredményei alapján arról, hogy mennyire működik ez a dolog? Egy pillanatra, mielőtt belemegyünk ebbe a kérdésbe, visszatérnék a tech-zsenik, tech-cégek mikrodózing használatára. Ez minden mikrodózinggal kapcsolatos cikkben, videós beszámolóban szerepel, de én nem tudok semmilyen konkrét bizonyítékról arról, hogy a tech-cégek dolgozói között bármivel magasabb lenne a mikrodózing, mint bármelyik másik szektorban.
Lehet, hogy igaz, de nincsen semmilyen adat erre, de én erősen gyanítom, hogy ez egy ilyen öngerjesztő legend, amivel nagyon-nagyon jól hangzik. Ami az eddigi microdosing kutatásoknak az eredményeit illeti, fontos azzal kezdeni, hogy alapvetően a tudományos kutatásoknak két fajtája van. Ezek közül az egyik, az a laborvizsgálat, ez amit általában tudománnyal asszociálunk, és ami nagyon fontos, hogy ezek azok a vizsgálatok, ahol van placebo kontroll, ugye angolul ezt úgy mondják, ez a double blind placebo control randomized study, és ez az ilyen rendes klinikai vizsgálat, amit alapvetően a standardnek tartunk a modern orvostudományban. És akkor ezzel szemben vannak pedig az ilyen observational, tehát az ilyen megfigyelésre alapuló tanulmányok, ahol nem jönnek be a betegek a klinikába, hanem ezek többnyire online kérdőíveken keresztül mennek. Tehát egy kutató kitalál egy kérdévet, azt feltölti az internetre, és mondjuk azt kitölti a microdosingolás előtt, közben vagy utána, attól tudjuk, hogy pontosan milyen standardizál. Amit itt fontos megérteni, hogy viszont ezeknek a megfigyelési tanulmányoknál, ugye ezekben nincsen placebo kontroll, tehát hogy ezek a study designnak a limitáció miatt képtelenek kiszűrni az, hogy melyik hatás az anyag droghoz kötődik, és melyik pedig amelyik ilyen pszichológiai hatásokhoz, amelyek abból következnek, hogy valami olyat mit teszünk be, amiről mi azt gondoljuk, hogy jobb lesz tőle neki. Tehát ezeknél a megfigyelési, az observational study-nál nincsen placebo kontroll, viszont cserébe olcsók, és emiatt egy nagyon nagy, könnyű nagy mintával dolgozni vele. A klinikai vizsgálatok azok sokkal jobban kontrolláltak, viszont nagyon-nagyon drágák, és ezért tipikusan sokkal kisebb benne a mintavétel, az a résztvevők száma, és ebből következően sokkal nagyobb a statisztikai bizonytalanság. Ami konkrétan a microdosingot illeti, alapvetően sok ilyen megfigyelési observational study volt, amelyek tulajdonképpen ugyanazt mondták, mint az anekdotális bizonyítékok, a microdosing működik XYZ-re. Tényleg gyakorlatilag már mindenről elmondták, hogy erre működik a microdosing. És akkor van, még ezen kívül a klinikai vizsgálatok, a microdosingban eddig összesen 3 klinikai vizsgálat zajlott, ezek mind elég kis létszámúak voltak, és anélkül, hogy itt most el akarnék kezdeni statisztikáról túl sokat beszélni, összességében azért azt lehet mondani, hogy ezek negatívak. Tehát ezek nem találtak a placebón túli hatékonyságra bizonyítékot a microdosing esetében. Na most ti azért kidolgoztatok egy, mondhatom azt, hogy úttörő módszert a microdosingnak a tanulmányozására. Elmesélnéd nekünk azt, hogy miben új és formabontó az, amit ti kitaláltatok, az a módszer? Igen, tehát amit mi kitaláltunk, ezt angolul self-blinding metodológiának hívjuk, és itt ugye angolul a blinding az vakítás, de ennek van a tudományos kontextusban egy specifikus jelentése. A blinding, tehát a vakítás az azt jelenti, hogy a paciens nem tudja, hogy az aktív, vagy pedig a placebo kontroll csoportba tartozik, tehát hogy vak önmagának a drog kondíciójára. Mint ahogy mondtam, tipikusan a placebo kontrollos vizsgálatok, azok klinikai vizsgálatok, és akkor ez úgy néz ki, hogy a beteg bemegy az orvoshoz, az orvos ad neki tablettákat, és se az orvos, se a kutató nem tudja, hogy akkor ez egy placebo, vagy pedig egy aktív kapszula. De a lényeg, hogy ez a placebo kontroll, ez mindig a klinikán belül zajlik, ahol te kapsz egy gyógyszert, ami vagy placebo, vagy pedig aktív. És amit mi igazából kitaláltunk, hogy ahhoz, hogy placebo kontrollal vizsgáljuk a microdosingot, ki tudjuk hagyni ezt az egész klinikai részt, és meg lehet ezt úgy is csinálni, hogy azok, akik egyébként is microdosingolnak otthon, ők maguknak felállítsák a saját maguk placebo kontrollját. Itt most rengeteg részletet át fogok ugrani, de alapvetően ami az egész self-blinding metodológiának a kulcseleme, hogy először is megkértük a résztvevőket, ugye mi a LSD microdosingjaik vannak, ugye csak egy nagyon kis darab kutatós papír, hogy ezt tegyék bele nem átlátszó kapszulákba. És utána pedig szintén előkészítettek üres kapszulákat, amelyek a placebóként fognak funkcionálni aztán a tanulmányban. Utána ezeket a kapszulákat beletették egy zacskóba, meg voltak különböző QR kódok a kísérletekben, ezek mind belementek egy borítékba, sok borítékot kell előkészíteni, utána ezeket össze kellett keverni, véletlen számot generálni, és sok egyéb lépés volt, de ennek az egész self-blinding procedúrának a végére mindenkinél ott maradtak kapszulák, ami 4 hétre elegendő volt, viszont nem tudták, hogy melyik kapszula az microdose, és melyik pedig csak egy üres placebo kapszula.
És ami még egy fontos eleme viszont ennek a rendszernek, ezek a QR kódok, mert amikor beszkennelt egy bizonyos időközönként a résztvevők ezeket a QR kódokat, ezek hozzácsatlakoztak a tanulmánynak az informatikai infrastruktúrájához, és ezek alapján mi viszont tudtuk, hogy ki mikor mit vesz be, ki mikor placebozik, és ki mikor májprodukcióval. Tehát ennek a self-blindingnek az alapötlete, hogy a placebo kontrollt megcsinálni a klinikán kívül, mindenki leül maga, otthon követi ezt a protokollt, amit kidolgoztunk, ő a végén nem fogja tudni, hogy mikor mit fog bevenni, mi viszont a kutató ezekben a QR kódokban elrejtett információk alapján tudni. Most miért van ennek értelme, miért tartjuk mi nagyon izgalmasnak ezt a self-blindingot? Azért tartjuk nagyon izgalmasnak, mert ez egy lehetőség arra, hogy placebo kontrollt tegyünk olyan kutatásokról, egyébként nagyon-nagyon nehéz lenne, erre nagyon jó példa a microdosing. Mert ugye az LSD-zett Schedule One Substance, ezért LSD-vel kísérletezni nagyon drága és költséges. Mi viszont itt meg tudtunk csinálni egy LSD microdosing control study-t egy nagyon-nagyon kis költségvetéssel. Tehát ez a study körülbelül egy olyan $10,000 került nekünk, hogy ezt egy klinikai vizsgálatnak csináljuk meg, akkor a költségek bőven a $1,000,000 skálán lettek volna. Tehát nagyjából a mi költségünk egy olyan 1%-a a klinikai költségnek, viszont van benne placebo kontroll, ez egy nagyon fontos dolog, tehát ugye előzőleg mondtam, hogy a klinikai vizsgálatokra jellemző a placebo kontroll, a sokkal olcsóbb megfigyelési tanulmányokra nem. Ez viszont egy olyan tanulmány, amelyeknek a költségei az ilyen megfigyelési tanulmányok, azonos gyakorlatilag, viszont van benne placebo kontroll. Semmi, hogy mondjam, még ráadásul az íre felteszi a pontot, mert az egész kísérlet az interneten keresztül zajlik, emiatt globálisan tudtunk résztvevőket szerezni, és emiatt ez volt a legnagyobb placebo kontrollal rendelkező tanulmány a pszichedelikumokról. Itt a legnagyobbat azt most a résztvevőknek a létszám alatt mondom, ugye fontos, mert minél többen lesznek részt a tanulmányban, annál kisebb a statisztikai bizonytalanság. Tehát ami miatt ez a self-blinding, ez egy nagyon érdekes dolog számunkra, ez nem az, hogy ez egy helyettesíti a klinikai vizsgálatokat, és majd biztos fogunk beszélni a tanulmánynak a limitációiról is, de ami az igazán érdekes, az, hogy ebben három faktor van, egyrészt ez a nagyon nagy, nagyon magas részvétel, tehát nagyon sok résztvevő tud részt venni benne, van benne placebo kontroll, és egy mellette nagyon olcsó is. És eznek a három dolognak a kombináció egy ilyen izgalmas új design space nyit meg a tudományos életben. Említetted itt a limitációkat, és ugye felmerülhet a nézőben az a kérdés, hogy vajon hogyan tudtatok megbizonyosodni arról, hogy amit az emberek bevesznek otthon, az valóban LSD, és hogy ez nem korlátozza-e a kutatásból levonható következtetéseket? Ezek mind jogos felvetések, és a rövid válasz az az, hogy nem kontrolláltuk az LSD-nek se a minőségét, se pedig a mennyiségét a study-ban. És azért nem kontrolláltuk, mert mi nem egy klinikai vizsgálatot akartunk végezni, hanem egy olyan vizsgálatot, amelyik a microdosing volt, annak a real life kontextusában vizsgálja, azaz, ahogy valós emberek a saját maguk életében a hétköznapi folyásokkal együtt microdózolnak. Ugye itt kritikus felismerni, hogy nem arról van szó, hogy aki a mi studyban microdózott volna, hogy ő a fekete piacról szerzik az LSD-t, de egyébként a microdózerek pedig mondjuk valamilyen hivatalos gyártótól, nem, ők is a fekete piacról szerzik el. Tehát magyarul az a fajta bizonytalanság, ami a mi studyban benne van a használt drogokkal és a pontos dózisokkal kapcsolatban, az nem a mi studyingnak a sajátossága, hanem az egész microdosing jelenségnek a sajátossága. Ezt próbáltuk is nagyon erősen kihozni a tanulmányban, hogy mi ezt az egész self-blinding metodológiát, mi ezt nem úgy akarjuk eladni, mint hogyha ez teljesen egyénértékű lenne egy klinikai vizsgálattal. Nem, itt kevesebb dolgot kontrolláltunk, például ugye nem volt központi drogelosztás, ahogy tudtuk volna az LSD minőségét kontrollálni, hanem egy ilyen real-life microdosing study. Itt halkan hozzáteszem, hogy viszont egy más perspektívából lesz szerintem igazából erőssége is a tanulmánynak, hiszen a mi mintánk, a mi eredményünk, azok sokkal reprezentatívabbak arra, ahogy a microdosing zajlik, mint egy klinikai vizsgálat. A mi eredményeink közelebb állnak ahhoz, hogy mit fog érezni és hogyan fog hatni egy microdoserre a pszichedelikum, mint egy klinikai vizsgálatnál. A videót, amit most nézel, egy civil szervezet készíti, a Jogriporter Alapítvány.
Ahhoz, hogy hasonló minőségben és rendszerességgel tudjunk videókat készíteni a jövőben, szükségünk van legalább 1000 olyan emberre, aki havonta legalább 2000 forintot, tehát 1 gram fű árát hajlandó erre az ügyre áldozni. Amennyiben tetszett ez a videó, kérünk, támogass minket a drogreporter.hu oldalon. Beszéljünk akkor az eredményekről, mire jutottatok? Jó, rendben. Az eredményeket két nagy csoportonra bontanám le. És először beszéljünk arról, amit mi angol, az a cumulative, azaz nagyjából az ilyen hosszú távú eredményeknek lehetne mondani. És ez azért egy fontos dolog, mert a miénk az első study, ami ezt vizsgálta a microdosingban. És amit ez alatt értünk, az az, hogy ez, hogy hogyan változott meg valaki 4-7 microdosing után. Tehát ezek a mérések mindig úgy voltak, hogy nem volt microdose hatása alatt, és egyszer lemértük, hogy baseline-on a különböző pszichológiai paraméterei, utána az illető 4 hétig vagy microdózolt, vagy placebozott, és utána megint megmértük ugyanezeket a karakterisztikákat. És a mi tanulmányunk az első, ami erről a hosszú távú microdose hatásokról szól, az összes többi klinikai tanulmány, azok egy egyszeri microdose bevitelről szólnak. Most amit itt mutatok ábrán, ezen a mindfulness skálát mutatom, de az összes pszichológiai paraméter, amit mértünk a study-ban, körülbelül ugyanaz a történet, ugyanaz az interpretáció igaz rá, mint ami erre is. Szóval először itt fókuszáljunk a microdose csoportra, tehát ők azok, akik 4 héten keresztül csak microdose vettek be a tanulmány során, ők azok, akik pirosan vannak mutatva ezek az ábrán. Szóval ugye alól látjuk, hogy az első mérési pont, ez a pre-regime, tehát ez a baseline, utána 4 hétig microdózolnak, utána van ez a post-regime time point, és utána pedig van még egy ilyen hosszú távú follow-up, de arról most nem fogok beszélni, mert igazából az kevésbé érdekes. Szóval láthatjuk, hogy ez a piros vonal ez nagyon merendeken emelkedik, és hogyha az első részen ott látjuk a csillagozást, akkor azt le lehet olvasni, hogy ez a változás a statisztikailag szignifikáns volt. Tehát a saját baseline-okhoz képest, akik 4 héten keresztül microdózoltak, ők statisztikailag szignifikánsan javultak ezen a mindfulness skálán. És még egyszer hangsúlyoznám, hogy ez nem csak erre a mindfulness, de igaz, hanem minden másra, amit mértünk. Tehát ide tartozik a well-being, vagy például a life satisfaction is, amit mértünk. Pontos itt kihangsúlyozni, hogy ez az eredmény valamilyen értelemben megerősíti azt a rengeteg pozitív anekdotát, amit a microdosingról hallottunk, hiszen valóban, aki 4 hétig microdózol, ő egy pszichológiai méréseknek a széles skáláján javulni fog. Viszont az igazán érdekes dolog az ott kezdődik, hogyha hozzáveszünk a kék vonalat is, akik meg a placebo kontrollcsoport, tehát ők azok, akik 4 hétig csak placebóztak. És látjuk, hogy ugye nem ugyanannyit, mint a microdose csoport, de ők is növekednek a 4 hét alatt, a saját baseline-okhoz képest ők is statisztikailag szignifikáns módon emelkednek. És hogyha figyelembe vesszük ezt az error bar-t, tehát a mérési hibát a post-regime time point-nál, akkor láthatjuk, hogy ezek az error bar-ok átfedésben vannak, amiről le lehet olvasni, hogy a két csoport között nem volt statisztikailag szignifikáns különbség. Tehát magyarul, ahogy mi ezt értelmezzük, hogy ez szerintünk legalábbis azt jelenti, hogy egyrészt igazok azok a pozitív anekdoták a microdosingról, amik keringenek, növeli egy széles skáláját a pszichológiai paramétereknek, de ugyanezeket okozza az, hogyha valaki 4 héten keresztül placebo tablettákat is vesz be. Ezt mi úgy értelmeztük a cikkben, hogy a mechanizmus, ami ezek mögött a változások mögött áll, az valószínűleg nem farmakológiai, tehát nem köthető a biokémiai aktivitásához a microdosingnak, hanem egyszerűbben megmagyarázható azokkal az ilyen pszichológiai hatásokkal, amelyeket mi egy ilyen összefoglaló néven placebo hatásnak hívunk, hiszen a placebo csoport is ugyanannyit javult, mint a microdosing csoport mindenben, amit mértünk. Megfigyeltetek esetleg bármilyen komolyabb negatív reakciót a résztvevők körében a mikrodózisra? Igazából nem. 191-en csinálták végig a tanulmányunkat. Itt halkan megjegyzem, hogy ezt már említettem, ez volt a legnagyobb létszámú placebo kontroll tanulmány a pszichedelikumokról. A második legnagyobb az 86 fős volt, tehát a miénk az egy nagyon jelentős ugrása mintaszámon tekintve. És akkor visszatérve a kérdésre, ebből a 191 emberből
ebből egyetlen egy ember volt, aki e-mailben jelezte, hogy volt egy negatív kalandja egy microdosing nap alatt, és hogy emiatt abba hagyja a kísérletet. Úgy értékelt ez, hogy valószínűleg nem volt semmi köze a microdosinghoz, de inkább úgy döntött, hogy abba hagyja a kísérletet. De nem érzékeltünk a kutatásban negatív hatásokat a microdosinggal kapcsolatban. És mi a helyzet a kutatás utáni esetleges negatív reakciókkal? Mert ugye hát a mikrodózis az már kezd egy ilyen bizniszé válni sok ember számára, nagyon sok ember hisz benne kimondottan, biztos sok ember csalódással tölt el, amiről beszámoltok. Esetleg kaptatok-e bármilyen negatív reakciót? Hát igen, ugye még nemrég jött ki a tanulmány, de azért azóta volt bőven negatív reakció a microdosing community felül, akik kicsit csalódottak az eredményeinkben. Itt igazából nem tudok más mondani, hogy amikor mi ugye ezt a study-t kitaláltuk, aztán nem árulok el vele nagy titkot, hogy a vízió az alapvetően az volt, hogy mutassuk meg, hogy itt többről van szó, mint egy placebo effekt. Azt nem mondanám, hogy erre vagy arra számítottunk különösebben, hanem egyszerűen érdekelt minket a kérdés, és akkor ezt is rájuk meg objektívan. Aztán ugye itt évek alatt megterveztük ezt a tanulmányt, összegyűjtöttük az adatokat, és akkor elkezdtük elemezni, akkor láttuk, hogy ez igazából nem az, ami talán a még izgalmasabb eredmény lett volna, hanem annak pont az ellenkező, hogy a placebo hatás megmagyarázza. Tehát azt hiszem, ilyenkor nekem, mint kutató, mint aki nem bizniszmen, én nem ebből élek, én a kutatásból élek, nem a microdosingból, egyszerűen nincs más, mint előre, és leírni, amit találtunk, és azt közéadni. Úgy mondjam, mi nekünk, mint kutatóknak, ugye a felelősségünk az adatoknak az összegyűjtése és értelmezése, nem pedig az, hogy mi az, amit az eredmények kihoznak, és ha valaki ezt nem fogadja el, akkor az nem az én problémám. Viszont van azért egy nagyon pozitív hozadéka ennek a kutatásnak, ami ugye maga a módszer, amit hát lehet alkalmazni más témák esetében is. Beszélsz egy picit arról, hogy milyen terveitek vannak ugyanennek a módszert annak az alkalmazására más anyagok vizsgálatánál? Igen, ezt most kezdtük el igazából úgy, hogy mondjam, reklámozni a tudományos közéletben, hogy ezt a Szeobányi módszerrel ugye nem csak a microdosingot lehet vizsgálni, hanem gyakorlatilag bármilyen más intervenciót, amire legközvetlenebbül terveink vannak, ez egy CBD olajos kutatás, tehát hogy ugyanezt a self-blinding, csinálj magadnak otthon placebo kontroll logikát, ezt rátenni a CBD olajra, és itt van egy nagy haszna, hogy ugye a CBD olaj az ellenvében a pszichedelikumokra, az a legtöbb országban, például Magyarországon is legális, tehát hogy itt ugye, ami vannak ilyen bizonytalanságok az a microdosing study-val kapcsolatban, azok nem lesznek a CBD-nél, hiszen ezt le lehet menni a sarkiboltba és legálisan megvásárolni CBD olajat, amit ellenőrzött körülmények között gyártottak. Szóval most elsősorban ezen a CBD olaj protokollon dolgozunk, de ő keresik aktívan a kapcsolatot más kutatókkal és kutatócsoportokkal. Például pont egy másik magyar kutató, Mausz Máté is jelentkezett Barcelonából, aki öregedéssel foglalkozik, és vele tegnap beszéltük, hogy lehet, hogy egy ilyen öregedést, ami vizsgálat is fogunk csinálni. Én nekem fogalmam sem volt róla, de mint ő azt elmondta, sok ember önkísérletezik különböző öregedés, lassító vagy öregedés átló gyógyszerekkel. Ezek is többnyire inkább hype-ra alapoznak, mint tudományosan megalapozott bizonyítékra. Úgyhogy egy termékeny talaj a self-blinding metodológiának a számára. Hosszú távon meg az ezzel a víziónk, hogy létrehozni egy ilyen általános self-blinding open science platformot, ahol mindenféle intervenciót bárki tesztelhet, aki akar, minden adat nyilvános lesz, nyilván egy anonimizált verziója, de a lényeg az mégiscsak az lenne, hogy a placebo kontrollt kutatásokat, azt kivegyük valamennyire ebből a klinikai kontextusból, és nézzük meg, hogy mi az, aminek a placebon túl van hatékonysága a real life kontextusban, abban, ahogy az emberek a hétköznap során jönnek és mennek. Most benne vagy a pszichedelikus kutatásokban már egy ideje, és a magyar olvasókat biztos az is érdekel, hogy mit gondolsz arról, hogy a pszichedelikumok azok mikor fognak bekerülni a mainstream gyógyászatba, és milyen lehetőségeket látsz ezen a területen? Itt úgy gondolom, hogy érdemes szétbontani, hogy mi a helyzet Amerikában, Európában, és talán Európán belül Magyarországon is.
Amerikában nagyon meg lennék lepődve, hogy az évtized végére az MDMA, tehát a metilindioxi-metamfetamin, az az extázi tabletteknek az aktív hatóanyaga, az ne lenne orvosi használatra engedélyezett, és utána szintén nagyon meg lennék lepődve, hogy egy pár éven belül ezt nem követni a pszilocibin, az a varázsgombának az aktív hatóanyaga. Itt fontos hozzátenni, hogy mind a két szer esetében nagyon kedvező tudományos vizsgálatok vannak, azonban az MDMA-ról jóval több van, az már egy harmadik fázisú klinikai vizsgálatoknál tart, tehát jóval előrébb tart, mint a pszilocibin. A pszilocibin esetében kevesebb vizsgálatról beszélünk, de ezek nagyon-nagyon pozitívak, de ott még egy kicsit több azért a bizonytalanság, hogy mi lesz a hosszú távú tudományos konklúzió. Az MDMA esetében már a második fázisú és a részleges harmadik fázisú eredmények alapján látszik, hogy ez a posztraumatikus stressz kezelésére nem csak egy lehetséges gyógyszer, hanem egy áttörés az eddig rendelkezésre álló gyógyszerekhez képest. De visszatérve az eredeti kérdésre, én úgy gondolom, hogy igen, valamikor 2025-30 között lesz mind az MDMA, mind a pszilocibin legálisan elérhető az Egyesült Államokban, és szerintem utána ezt villám gyorsan fogja követni az európai piac is. Két ok van, egyrészt az, hogy hatékonyabb gyógyszerek a jelenleg rendelkezésre álló gyógyszereknél, másrészt pedig, és ennek lesznek negatív hatása is, de látszik, hogy itt egy iparág alakul ki a pszichedelikusok használata körül is. Balázs, és még milyen érdekes eredményekre jutottatok ebben a kutatásban? Hát még elmondanám a hosszú távú hatások mellett, hogy mi az, amit az akut hatások között látunk. Tehát ugye az akut az azt jelenti, hogy a tabletta bevevését követi néhány órában. Tehát az úgy nézett ki ez a kísérlet, hogy reggelente bevették a kapszulát, ugye nem tudták mi van benne, és kértük őket, hogy a kapszula bevételét követően 2 és 6 óra közötti időponttal később töltsenek ki online kérdőíveket. Semmi fontos, hogy ezeknél a kérdőíveknél a legelső kérdés az mindig az volt, hogy megkérdeztük, hogy szerint tettem, amit vettél be, egy placebót, vagy pedig egy mikrodózis. Most, amit itt látunk, ez az ilyen akut érzelmi állapot, amit ezzel a FANASZ nevű skálán mértünk, ezt nem is fejlesztettük ki, hanem ez egy pszichológiai kutatásokban gyakran használt skála. Most ami fontos, hogy ugye itt legalul a kép az ábra alatt látom két sort. Ezek között az egyik az a condition, és ez az, amit a részvevő valójában bevet. Tehát, hogyha látjuk, hogy ennek két értéke van, vagy PL, ami a placebo, vagy pedig MD, ami a mikrodózis jelenti. Az alatta levő sorban pedig látjuk a guess, ami pedig azt jelenti, hogy mit gondolt a résztvevő, hogy bevet. Ennek ugyanúgy két értéke van, vagy placebo, vagy pedig mikrodózis. Tehát itt a valódi drogkondíció, meg az alapján, hogy ki mit gondolt, hogy bevett, itt ugye egy 2x2, azaz 4 kategóriás bontásban látjuk az adatokat, és ezt nagyon érdemes szerintem végigvenni. Szóval először a bal szélső oszlopról fogok beszélni, tehát ez az, ahol placebo-t vettek be a részvevők, és azt is gondolják, hogy ez egy placebo volt. Ezen a skálán olyan nagyjából 13 pontot értek el a résztvevők, tehát nagyjából ez a baseline ebben az adatban. Ha a második oszlopot nézzük, akkor az az, ugye a condition MD, az az microdose, tehát mikrodózis vettek be, viszont azt gondolták, hogy placebo-t vettek be. Itt lehet látni, hogy kicsit magasabb az egyet pont, viszont ez az error bárokból is látszik, a különbség a kettő között az nem a statisztikai a szignifikáns. Ugye az fontos észrevenni, hogy az első meg a második oszlop között az a különbség, hogy mindkét alkalommal azt gondolták, hogy placebo-t vettek be, és a különbség az az, hogy viszont valójában placebo-t vagy microdose-t vettek be, tehát itt csak a drogkondíció, ami más, de nem volt különbség a két kategórián között. Az igazán érdekes az az lesz, amikor a harmadik kategóriát nézzük arról, tehát ez az, amikor a részvevők placebo-t vettek be, és microdose-t gondolták viszont, hogy bevettek, és lehet látni, hogy itt nagyon magasra felmegyek pont egészen 18 fölé. És megint csak már az error bárokon is lehet látni, hogy ez nagyon egy statisztikai szignifikáns különbség lesz. Megint csak itt érdemes átgondolni, hogy ez mit jelent. Mindkét esetben, tehát az első meg a harmadik oszlopnak az esetében is placebo-t vettek be a részvevők, az egyedül különbség az az, hogy ők vagy azt gondolták, hogy placebo-t, vagy pedig microdose-t vettek be, és amikor ők azt gondolták, hogy microdose-t vettek be, akkor sokkal-sokkal magasabb volt a pont,
ahhoz képest is, mint amikor valójában Microsoft vettek be, ami a második oszlop. És akkor a negyedik kategória az igazából az, amikor Microsoft vettek be, és Microsoft is gondoltak, de gyakorlatilag ugyanaz az eredmény, mint a harmadik kategóriában, amikor valójában viszont placebót vettek be. Hogyha az ábra tetejét nézzük, akkor itt látunk a feketével ilyen horizontális vonalakat, ezek a összehasonlítást és a P-value-t mutatják, tehát ezenben a statisztikai szignifikációt szokták mérni. És lehet látni, hogy az első két kategória között ez a bizonyos P-érték, ez 0,26, tehát ami azt jelenti, hogy ez nem egy szignifikáns különbség a két kategória között. Tehát azok, akik azt gondolták, hogy placebót vettek be, semmi különbség nem volt azok között, akik valójában placebót vettek be, és akik valójában Microsoft vettek be. Viszont, hogyha az alatta lévő hosszabb vonalat nézzük, akkor látjuk, hogy ez a P-érték az nagyon-nagyon kicsi, tehát statisztikailag nagyon-nagyon szignifikáns volt a különbség azok között, akik valójában mind placebót vettek be, és a különbség azok között volt, akik úgy gondolták, hogy placebót vesznek be, meg azok között, akik úgy gondolták, hogy Microsoft vettek be. Tehát ha ránézünk ugye erre az ábrára, az látszik, hogy alapvetően az adat az ilyen két halmazban van, az első kettő meg a második oszlop, tehát fontos észrevenni, hogy az, hogy az érték magas vagy alacsony, az nem a kondícióval változik, tehát hogy mit vettek be az emberek, hanem a guess-el az, hogy úgy gondolták, hogy vettek. Tehát magyarul szólván, ami variabilitás van az adatban, az nem attól függ, hogy mit vett be valójában a részvevő, hanem az, hogy ő mit gondolt, hogy bevett. És amit itt még érdemes hozzátenni, hogy ugye előzőleg ezt a PANA szkálát meséltem el, de minden egyes pszichológiai paraméter, amit akutta mértünk, ugyanez igaz. Tehát, hogy azt számít, hogy mit gondoltak, hogy bevettek a részvevőt, nem pedig, hogy mi az, amit gondoltak, hogy bevettek. Ez egy nagyon-nagyon konzisztens eredmény volt mindenben, amit mértünk. Bazsi, nagyon köszönjük, hogy velünk voltál. Köszönöm a meghívást. Köszönöm azoknak is, akik az interneten követték az adásunkat. Ahhoz, hogy hasonló színvonalon rendszerességgel tudjunk videókat előállítani a jövőben, szükségünk lenne 1000 olyan emberre, aki havonta legalább 2000 forintot, tehát 1 gram fű árát hajlandó erre az ügyre áldozni. Amennyiben tetszett ez a videó, kérünk, menj fel a drogreporter.hu/támogasó oldalra, és légy a pártoló tagunk. Köszönjük, viszlát!